Szakmai konferenciát tartott a Román Okráj Jogvédő Egyesület Hódmezővásárhelyen. A szervezet, így a rendezvény célja is az, hogy az országban lévő hátrányos helyzetű roma kisebbséget segítse a felzárkóztatásban. A Román Okráj Jogvédő Egyesület 2017 májusa óta működik. A megalakulás óta az Egyesületnek már 84 ezer regisztrált tagja van. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a cigányságot felzárkóztassa és integrálja. Többek között rendezvényekkel, képzésekkel és adományokkal próbálják segíteni a rászoruló kisebbséget. Az oktatás, a kultúra, a felzárkóztatás, ez a célom, hogy tényleg szeretetbe tudjunk ebben az országban meglenni, békességbe, hogy legyen munkája ennek a nemzetnek, hogy tudjon dolgozni. Végre be akarom bizonyítani azt, amit még senkinek nem sikerült, és hogy mi az, hogy mi is hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak. Mi is el tudjuk végezni, mind a földművelésben is, első helyen tudunk lenni, mint az állattenyésztésben első helyen tudunk lenni. Mi tudunk dolgozni, akarunk dolgozni. A hétvégén Hódmezővásárhelyen a Balogh-Imsi Sportaréna adott otthont a Román Okráj Jogvédő Egyesület rendezvényének. Az eseményre az ország számos pontjáról érkeztek előadók és vendégek, akik azzal a céllal érkeztek, hogy legyen egy roma össznépi összefogás és ne legyen megosztottság a cigányságon belül, mondta Raffel Balázs Leandrosz, a Román Okráj Jogvédő Egyesület Csongrád megyei elnöke. Megtisztel minket a makói, a kiszombori, az apátfalvi, a csongrádi, illetve a nagy, tehát Csongrád megyei roma közgyűlésnek az elnöke is, illetve az önkormányzatok vezére is itt vannak. Hál' Istennek most először van arról tudomásom, hogy ezek az emberek egy asztalhoz ülnek le roma vajdákkal is. Itt lesz Püspökladány, Békés Csaba, Szegednek a vajdája is. Tehát nyilván ezek a vajdák rájöttek arra, hogy nem nagy kalapba, meg nem vajdabotokkal kell a roma integrációt megvalósítani, hanem sokkal inkább roma diplomásokkal, roma sportolókkal, roma válogatott játékosokkal, és ennek a társadalmi egységnek a szellemét próbáljuk majd idehozni ezekkel az emberek elé. A szakmai konferencián az előadások után 7 roma civil szervezet kötött megállapodást, így segítve az integrációt.